Köszöntöm nézőinket! Közeledik az átrányadózók járulék és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettsége. Erről beszélgetünk Barlai Krisztinával, a NAV baranyai sajtóreferensével. Üdvözlöm! Köszöntöm a nézőket! Nos, hát először is a fő foglalkozású átrányadózó egyéni vállalkozóknak mennyi járulékot kell fizetniük? A járulék kötelezettséget úgy kell meghatározni az átrányadózó egyéni vállalkozónak, hogy ki kell számítani az adóköteles jövedelemrészt. Abban az esetben, hogyha olyan tevékenységet végez, amelyhez nem kell középfokú végzettség, akkor a 200 ezer forintos minimálbér lesz az irányadó, hogyha kell középfokú végzettség a tevékenységhez, akkor pedig a 260 ezer forintos garantált bérminimum lesz az irányadó. Ez azt jelenti, hogyha az adóköteles jövedelem nagyobb egyenlő, mint a minimálbér, akkor a tényleges jövedelem után kell megfizetni a 18,5%-os járulékot. Hogyha az adóköteles jövedelem kisebb, mint a minimálbér, akkor pedig a minimálbér után kell megfizetni a járulékot. Ugyanez a logika érvényesül a garantált bérminimumnál is, tehát hogyha az adóköteles jövedelem nagyobb egyenlő, mint a garantált bérminimum, akkor a tényleges jövedelem után kell megfizetni a járulékot. Hogyha az adóköteles jövedelem kisebb, mint a garantált bérminimum, akkor pedig a garantált bérminimum után kell megfizetni ezt a 18,5%-ot. A járulék mellett pedig van még szociális hozzájárulási adó, ezt hogyan kell megfizetniük az érintetteknek? Ez a szociális hozzájárulási adó, ez 13%, ezt is az adóköteles jövedelem rész után kell megfizetni, viszont itt is van egy minimum alap, ami után mindenképpen meg kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy a minimálbért 112,5%-kal kell felszorozni, és ez lesz a szociális hozzájárulási adó alapja, abban az esetben, hogyha a minimálbér irányadó arra a tevékenységre. Ugyanez a logika érvényesül a középfokú végzettség esetén is, tehát ott pedig a garantált bérminimumot kell 112,5%-kal megszorozni, és ez lesz az alapja a 13%-os szociális hozzájárulási adónak. Oda kell arra figyelni, hogy ezekről a járulékokról, illetve erről az adóról az 58-as bevallást havonta be kell adni. Ugye most a főfoglalkozású átrányadózó egyéni vállalkozókról volt szó. Mi a helyzet azokkal, akik másodállásban folytatnak ilyen tevékenységet? Nekik hogyan kell a járulékot, illetve a szociális hozzájárulási adót megfizetni? Akik másodállású átrányadózó egyéni vállalkozók, náluk arra kell figyelni, hogy megvan-e a főállásnak a feltétele, tehát a heti 36 órát elérő munkaviszonnyal rendelkeznek, illetve például, hogyha nappali tagozatos hallgatók. Ebben az esetben csak akkor kell járulékot, illetve szociális hozzájárulási adót fizetni, hogyha van tényleges adóköteles jövedelemrész. Tehát abban a hónapban, amikor nincs bevétele az egyéni vállalkozónak, ilyen jellegű kötelezettsége sem lesz. És ugye lehetnek a nyugdíjasok is átrányadózó egyéni vállalkozók, nekik hogyan kell, illetve kell-e egyáltalán ilyen járulékot, illetve adót fizetniük? A nyugdíjas egyéni vállalkozók nem minősülnek biztosítottnak, ezért önálluk ezek a kötelezettségek nem merülnek fel. Ugye sok mindenre oda kell figyelni, gondolom ebben a témában is lehet segítséget kérni a NAV-tól. Igen, természetesen a 18-19-es tájékoztató vonalon is lehet segítséget kérni, bármelyik ügyfélszolgálaton is tudnak segíteni a kollégák. Illetve a honlapon van fönt tájékoztató füzet, ebben is részletesen le vannak írva a kötelezettségek. Köszönjük a tájékoztatást! És köszönöm! Nézőinek pedig köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!